Jelentősen nőtt a horgászat népszerűsége térségünkben, a teljes lakosság több mint 7%-a rendelkezik horgászengedéllyel, számuk négy év alatt megduplázódott. A horgászok 41% a legalább heti egy alkalommal eljár horgászni, további 37% legalább havi gyakorisággal teszi ezt. Noha túlnyomó rész továbbra is férfiak időtöltésének számít, már több tízezernyi nő is hóda lennek a sportnak. A horgász közösség dinamikus bűvülése fiatalodást is hozott. A válaszadók 27%-a 18-40 év közötti, 43%-a 41-60 éves korosztályból került ki. A Magyarországos Horgászszövetség közel 80 ezer gyermek és fiatalkorú horgász tart nyilván. A magyar horgászok mintegy 2200 nyilván tartott hallgazdálkodási vízterületen hódolhatnak szenvedélyüknek, ezek döntő többsége a MOHOSZ rendszerébe tartozik. A szövetség szervezetéhez jelenleg mintegy 1200 horgász egyesület tartozik. A térségünkben élő horgászok 67%-a a járvány kitörése óta is ugyanolyan gyakorisággal horgászott, 12%-uk más program programhián még gyakrabban is kijárt a vízpartra. A vízpart általában természetes tavakat és folyóvizeket jelent, ugyanakkor a válaszadók 32%-a jelezte, hogy több-kevesebb rendszerességgel erre a célra létesített napi egyes horgász tavakat látogat. A túlnyomó többség 62% elsősorban pontyra megy, de gyakori célpontot jelentenek a keszekfélék 13%-kal, a süllő 7%-kal, a csuka és a harcsa 4-4%-kal, valamint az amúr 3%-kal is. Magyarországon bő két évtizede jelent meg a sporthorgászatnak az a formája, melynek követője halat nem viszik haza, hanem visszaengedik a vízbe. A felmérés szerint a horgászok 18%-a sosem tartja meg a halat, miközben 29%-uk az engedélyezett halakat legtöbbször hazaviszi. További 53%-uk esetenként dönt a kifogott halsósáról. Azok közül, akik hazaviszik a halat, 60%-nyian csak kisebb mennyiséget, évente Legfeljebb 20 kg halat visznek el. A horgászatban a válaszadók 75% a kikapcsolódást keresi, 16% tekint rá elsősorban halforrásként. 5% versenyszerűen űzi ezt a tevékenységet, további 4% számára pedig ez elsősorban társasági esemény. Ennek megfelelően a hely kiválasztásának elsődleges szempontja 58%-ban a kellemes, rendezett és nyugodt környezet, 27%-ban a megfelelően gazdag halállomás. 15%-ban pedig az adott területre szóló horgászjegy ára.